3,2 milliárd forintból épült fel az autóipari alkatrészeket gyártó Rosenberger Magyarország Kft. Újnyírbátori üzemcsarnoka. A családi tulajdonban álló német cég a megnövekedett megrendelések miatt döntött egy teljesen új üzem felépítése mellett. A vállalat 2016 végén vásárolt egy 6 hektáros területet a településipari parkjában, az elkészült üzemet most adták át. A nyírbátori beruházás során az autóipar és a telekommunikáció számára előállított csatlakozók és kábelek gyártásához 8605 négyzetméter alapterületű zöldmezős beruházással létrejött új üzem került megépítésre. A nyírbátori gyár 400 főnek biztosít munka lehetőséget. Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte, a régióban 2010 óta 7000 új munkahely jött létre, köszönhetően a Nyírbátori Ipari Parkban működő vállalatoknak is. Simon Miklós hozzátette, a fejlődés érdekében további nagyszabású beruházásokat terveznek. Az ipari park továbbfejlesztését a kormány állami földterület cseréjével is támogatta. Egy hónapja született meg a támogató döntés az ipari park továbbfejlesztéséről, ami több mint 1 milliárd forintot irányoz elő az előbb említett területen épülő központi autóbuszállomás és a villamos energetikai központ építésére, valamint az ipari parkot az M3-ra vezető 4105-ös főúttal összekötő út építésére, ami a teherforgalmat levezeti a város megkerülésével. Simon Miklós arra is kitért, Nyírbátorban jelenleg is számos fejlesztés zajlik. Elindult a régen várt Nyírbátort M3-as autópályával összekötő 4105-ös főút felújítása 820 millió forint értékben. Nyírbátor városát 20 folyamatban lévő 9 milliárd forint értékű fejlesztés érinti. Az előbb említetteken túl ilyen fejlesztés például a római katolikus Bátor István gimnázium bővítése, a készenléti rendőrség laktanyájának fejlesztése, ami a térségünk biztonságának megerősítéséhez szükségeltetik, az új járáshivatal kialakítása, kerékpárutak építése, turisztikai fejlesztések, bölcsőde, óvoda, iskola felújítás, de ide sorolom a gyermekesély programot is. Azért jöttünk ma ide, hogy bejelentsük, a Rosenberger vállalat a tavaly átadott elektronikai alkatrészgyártó üzem után új fejlesztéseket hoz Magyarországra. Ezt már Orbán Viktor jelentette be az ünnepségen. A kormányfő elmondta, a vállalat két helyszínen, Jászárokszálláson és Nyírbátorban hoz létre újabb beruházásokat. A tervünk most az, hogy legyen egy új fejlesztés, amely több mint 6 milliárd forintba kerül majd, és a kormány pedig 1,6 milliárd forintot tesz hozzá, létre fog jönni több száz, mint egy körülbelül 400 új munkahely. Orbán Viktor szerint a Rosenberger vállalat példaként szolgálhat, Magyarország is hasonló családi vállalkozásokat szeretne. A miniszterelnök kiemelte, ebben Németország lehet a követendő, mely a II. Világháború után a semmiből volt képes újjáépíteni iparát és gazdaságát. Mint mondta, a német családi vállalkozások a német emberek 68%-ának adnak munkát, és a teljes német gazdasági teljesítménynek mintegy 50%-át adják. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország is ide szeretne eljutni. Mi egy olyan gazdaságot szeretnénk, amely úgy néz ki, mint a német. A családi vállalkozások adják a jövőben reményeink szerint majd a teljes magyar gazdasági teljesítmény felét, és azt szeretnénk, én személyesen is azt szeretném, hogyha a magyar embereknek mintegy 60-65%-a az magyar tulajdonú gyárakban és üzemekben dolgozhatna. A miniszterelnök arra is kitért, az elmúlt években a hazai és nemzetközi cégek egyaránt jelentős beruházásokat hajtottak végre Magyarországon, melynek köszönhetően nőtt az ország versenyképessége. 2017-ben Magyarországon a beruházásoknak a volumene, a nagyságrendje az 17%-kal nőtt, minden korábbinál magasabb szintre emelkedett. Most nagy számokat mondok, amiket nem biztos, hogy könnyű azonnal értelmezni. 6440 milliárd forintnyi beruházás történt Magyarországon a tavalyi év során. Ez pedig azt jelentette, hogy a magyar gazdaság teljesítménye több mint 4%-kal tudott nőni. A kormányfő úgy látja, az ország gazdaságának a teljesítménye idén is legalább 4%-kal fog nőni. Ennek köszönhetően mind a munkabéreknek,
mint pedig a nyugdíjaknak biztosította fedezete. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, cél, hogy hazánk a világgazdasági termelésnek ne csupán az alsó fokán álljon, hanem minél magasabb szinten kapcsolódjon be a gyártásba, a kutatásokba és a fejlesztésekbe. Mint mondta, ehhez a szakképzett és világszínvonalú munkaerő adott. Magyarországra azért érkeznek világszínvonalú teljesítmény nyújtó gyárak, mert ezekhez a gyárakhoz méltó tudású és fölkészültségű munkaerő van Magyarországon, nem csak itt önöknél Nyírbátorban, mindenhol Magyarországon, Dunántúlon is, délen is és északon is. Nyugodtan kimondhatjuk azt, a gazdasági eredmények ezt világossá teszik, hogy a magyar munkások világszínvonalon teljesítenek, világszínvonalú munkásaink vannak. Ezért van arra esélyünk, hogy ne csak összeszerelő üzemeket hozzunk Magyarországra, hanem olyan magas műszaki igényű gyárakat is létrehozzunk Magyarországon, amelyeket önök képesek működtetni. Orbán Viktor arról is szólt, hogy bár a térségben 20%-ról 9%-ra csökkent a munkanélküliség, ezzel nem elégedett, hiszen nagyfokú a munkaerőhiány is a régióban. A kormányfő arra is emlékeztetett, 10 éve 1 millió új munkahelyet vállaltak, ebből mostanra 750 000 megvalósult. Orbán Viktor beszéde végén arra kért mindenkit, közösen védjék meg Magyarország biztonságát és értékeit, hogy ne alakuljanak ki olyan állapotok, mint számos nyugati országban.